Eladtunk egy pályázatot a Magyar Házra, a magyar kormányzatnál, és annak szerves részét képezte egy tárház kialakítása. Gyakorlatilag úgy nézett ki a dolog, hogy egy régi főjegyzői házat kellett felújítani. Abból lett a Magyar Ház, ami a végén aztán átépítés jelentett tulajdonképpen, mert ahogy hozzányúltunk arra a több mint 100 éves épülethez, ez úgy mállott, morzsolódott szét, úgyhogy azt hiszem egy sarokköve maradt tulajdonképpen annak az épületnek. De hozzátartozó melléképület, azt meg tudtuk menteni, és az egyik, akkor mondanám tulajdonképpen pontosan, a Kucsarka utca 1-es szám alatt lévő előkép után hoztuk létre ezt a tájházat, annak a főjegyzői laknak a melléképületéből, egy hagyományos, nagydobronyi, nem túl módos, nem túl szegény családi házat, három osztatú, tornácos, előle a kis konyha vagy pitvar, baloldalt a tiszta szoba, vagy az első ház, és a kamra hozzátartozó lakberendezési dolgokkal, butorokkal, szőttesekkel, valamint azokkal a háztartási eszközökkel, ami a konyhába éppen feltalálható volt, valamint a raktárban, vagyis a kiskamrába pedig elhelyeztük azokat az eszközöket, amit még sikerült az enyészettől megmenteni. Jelzem, a gyűjtés nem fejeződött be. Én azt gondolom, hogy miután a nagy közönség elé tartok ezt a gyűjteményt, és fogják látni, hogy méltó körülmények közé fog kerülni az, amit esetleg megkaphatunk. Azt bemutatjuk, listába vesszük, névjegyzékkel látjuk, és mindenképpen be fogjuk mutatni. És a tulajdonos nyilván eldicsekedhet a hozzátartozó vendége előtt, hogy igen, az én felmenőimnek ilyen és ilyen dolgai voltak, nézzétek meg, miket tudtak az én nagyszüleim, szüleim. Végtelenül büszke vagyok, de hát inkább másod kellene megszólaltatni ezzel kapcsolatosan. Nekem nagyon tetszik a visszajelzések, én szerintem nagyon jók, mert itt keveredik a modern, a régivel, a hagyományokkal, ugyanis a Magyar Ház az egy korszerű 21. század épület, konferenciateremmel, foglalkoztatóval, tárgyalóteremmel és ami hozzá szükséges. A környezetét is sikerült rendbe tenni. Itt a Hatrác-patakon átívelő hidacskát készítettünk előtte, virágágyas, térköves burkolattal látok el itt a hozzá vezető utcarészeket és járdarészeket, valamint egy filagóriát, egy szabadtéri rendezvénycsarnokot is sikerült létrehoznunk, ahol a szabadtéri programokat lehet bonyolítani, legyen az bár zenés, táncos, vagy egyéb foglalkozás. A komplexumnak részét képezi még egy kert, aminek a parkosítása és a hasznosítása még előttünk áll.